Első alkalommal tartották meg az ünnepélyes búza összeöntési ünnepet a Bihar megyei Szalacson az Érmelléki Gazdák Egyesületének szervezésében, melynek keretében több párciumi gazda egyesület hozta el adományait az idei magyarok kenyeréhez. A 2011-ben Pécsett indult program keretei között valamennyi anyaországi megyében, valamint a környező országok magyar lakta területein gyűjtőpontok kialakításával szerveztek búzagyűjtést. Az Érmelléki Gazdák Egyesületein már több mint 7 éve vesz részt abban a jótékonysági kezdeményezésben, amelynek a mostani kezelője, bonyolítója a Magyar Nemzetgazdasági Agrárkamara. Ez egy Kárpát-medencei méretű kezdeményezés, amelynek a lényege az, hogy aratáskor a gazdák búzát adnak össze, az ebből készült lisztet megőrölve, aztán ezt jótékonysági célra gyermekotthonok részére, főként gyermekotthonok részére szállítjuk ki. Az Érmellék mindig élen járt ebben a kezdeményezésben, a Parciumban és Erdélyben. Évről évre sok tonna búzát adnak össze a gazdák. Igazából nem is feltétlenül a mennyiség a lényeg, az is fontos természetesen, de az, hogy minél több gazda kapcsolódjon ebbe bele, és érezzük át, tudjuk együtt megélni egyrészt a jótékonykodást, másrészt pedig azt, hogy az aratás az amúgy is a magyar közösség számára, magyarság számára egy nagyon fontos, szinte szakrális időszak, és hogy ennek a közös eredményét végül is együtt tudjuk élvezni. Egy búza, 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 de szép tábla búza. Közepében van egy bazsarózsa, bazsarózsa, és most válik a leveléktől. Sejjén is most válok a régi szeretőtől. Minden évben gyarapszik az adakozók listája, tehát egyre többen hallanak róla, egyre többen adakoznak, és így a mi községünkben is két személlyel az idén többen adakoztak. Úgyhogy, és olyan nincs, hogy valaki adakozott, és most nem adakozik. Tehát minden évben megmaradnak ezek az emberek, plusz még jönnek újak is. 1000 kilókat ez a maximum, de 100 kiló, 200 kiló, 50 kiló búza, kinek milyen parcellája van. Az a lényeg, hogy minél többen adakozzanak, mert az a jó dolog. Ha nem a nagy tételek számítanak, hanem a sok kicsi. Megáldani, megszentelni, és gyarapítani méltóztassal, töltsd meg csőrjeinket és pincéinket a gabona és bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked, Krisztus, ami urunk által. A helyiségünkben 7 személy jelezte és hozta el az adományát. Ez így volt a tavaly is, minden évben az összegyűlt búzát egy helyi molnár segítségével lisztre cseréltük, csomagoltuk, és a helyi rászorulóknak, özvegyeknek, nagycsaládosoknak osztottuk ki. A cél az az volt, hogy bekapcsolódjunk ebbe a nemes cél, vagyis a nemes gyűjtésbe, mivel hogy mi is magyaroknak tartjuk magunkat, és tényleg kitartunk hitünk mellett, nemzetünk mellett, és megköszönve azt, hogy a magyar kormány, Magyar Mezőgazdasági Minisztérium mennyire segít bennünket, ez egy olyan célnak tartjuk, amit tovább kellene vigyünk évre.